Első alkalommal szervezett megyenapot a Borsoda Bolyzemlé megyei önkormányzat Szerencsen. A Rákóczi vár árkád termében Lezsák Miklós relikviáiból nyílt kiállítás. Az érdeklődők bélyegeket, képeslapokat, érméket, kis plasztikákat, valamint fényképeket láthattak a bátoriak korától egészen II. Rákóczi Ferenc bujdosásáig. A tárlatot Koncz Ferenc Szerencs polgármestere nyitotta meg, aki köszönetet mondott a megyei közgyűlés elnökének azért, hogy első alkalommal Szerencs adhat otthont a rangos eseménynek. A polgármester kiemelte, hogy Tokaj hegyalján minden kő a történelemről mesél, többek között Szerencsen a Rákóczi vár és környéke, valamint a szerencsi református templom is, ahol Rákóczi szarkofágját is megtekinthetik az érdeklődők. A szónok arra kérte a rendezvény résztvevőit, hogy vigyék Szerencs jó hírnevét az ország határain belül és túl is. Szerencs polgármestere szerint a megye napja remek alkalom arra, hogy népszerűvé váljon megyénk kisvárosa és fejlődjön a turizmus. Én nagyon jó néven vettem az elképzelést, és bárkivel beszéltem erről, ugyanez a vélemény, a szerencsi közvélemény szerintem jó néven vette, hogy itt van nálunk a megyenap. Hát úgy tűnik egyelőre sajnos a Jóisten nem volt kegyes hozzánk, hiszen esik az eső, de reményeim szerint ez szép lassan a nap folyamán javulni fog, mármint ami az időt illeti. Ami pedig a fontossága ennek a napnak, Szerencs mindig is egy meghatározó települése volt a hegyaljának is, és ha már a hegyaljának meghatározó települése, akkor én úgy gondolom, hogy a megyének is az egyik meghatározó települése, és már a mai nap elmondtam, hogy ami viszont rendkívül fontos a mi számunkra, az, hogy azon túl, hogy a fényes múltunkra tudunk hivatkozni, és tudunk ezzel büszkélkedni teljesen jogosan, azon túl azt kell elérnünk, hogy a város a jövőben is megmaradjon, a jövőben is erősödjön, és hát ehhez mindent meg kell tenni az önkormányzatnak, és hát mindent meg kell tenni azoknak az embereknek, akik valamilyen módon ezért tudnak tenni. A kiállítás után sajtótájékoztató keretében ismertették a Borsoda Bolyzemlé megyei kincseink, örökségeink napját, amelynek elsődleges feladata a közösségtudat, az összetartozás erősítése, a dicső múlt felidézése, valamint a hagyományok ápolása. Az, hogy a jövőnk is rendben legyen, ahhoz ez nem elég, ahhoz rendkívül fontos, az, hogy amit elvesztettünk, azt valamilyen módon pótoljuk, vagy még tovább erősítsük. Egészen konkrétan arra gondolok, hogy az elmúlt években Szerencs munkahelyek tekintetében nagyon nagy veszteségeket szenvedett el. Ugyanek utolsó eseménye a szerencsi cukorgyár bezárása volt. Az a mi feladatunk, hogy ezt valamilyen módon pótoljuk, hiszen sem a szónak a fizikai, sem a szónak a lelki értelmében ez a település még nem tudta kiheverni ezt a 2008-as sokkot. Az önkormányzat azon túl is mindent megtesz munkahelyteremtés ügyében, ami különben a lehetősége, vagy éppen a feladata lenne. Ebben a kérdésben, ha szabad ezt mondani, túl is vállaljuk azt, ami a felelősségünk, hiszen munkahelyeket kell biztosítani az itt élők számára azért, hogy a múlton és a jelenen túl a jövőt is biztosítsuk a városnak. A rendezvényen Török Dezső, a Borsoda Bolyzemlé megyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, hogy nem véletlenül szerencsre esett a választás, amikor a megye napjának szervezésén gondolkodtak. Az elnök úgy fogalmazott, hogy Szerencs egy gyönyörű helyen, a Zempléni hegység déli lábánál fekszik, amiben rengeteg lehetőség rejlik. Szerencsen található a II. Rákóczi vár, a Ferencvár, és a Rákóczi várna történelme van, mint ahogy elmondtam, a rákóciak itt jártak ezek a falak közt. Szerencsváros települése egy igazából jó prosperáló város, nagyon jól néz ki, az itt élők maguknak érzik a várost, ezért minden szempontból azt gondoltuk, hogy az első megyenap az csak Szerencsvárosában rendezhető meg. A megye napjának dátumához köthető II. Rákóczi Ferenc 1703-as visszatérése Magyarországra, valamint a szabadságharc is, melyben a teljes állami függetlenséget próbálta a nagy fejedelem visszaszerezni. A hagyományteremtő programon külföldi partnermegyék régiók képviselőivel ünnepelt együtt megyénk önkormányzata, hogy tovább építsék és ápolják kapcsolatukat. Óriási potenciál van ebbe a kapcsolatba. Ezt a potenciált eddig nem használtuk ki, mint ahogy a
A testvértelepülési kapcsolatokban, a partnerségben is van egy olyan szakasz, ami felévelő szakasz, ami arról szól, hogy először csak megkeresik egymást a vezetők, utána arról szól, hogy kulturális rendezvényeken vesznek részt, ennek házigazdája szerencsés, amikor Lengyelországból is és Kassa megyéből is érkeznek hozzánk vendégművészek. A következő szint pedig nem más, mint a gazdasági együttműködés. Ebben gondolkodunk, hogy 2015. szeptember első felében egy olyan gazdasági fórumot fogunk Miskolcon létrehozni, ami arról szól, hogy a kamarák részvételével, az agrárkamara, a kereskedelmi kamara és a vállalkozók részvételével, úgy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, mint a partner települések, illetve a partner megyéknek a kapcsolatai révén. Azok a vállalkozók, akik egy másik területre szeretnék a vállalkozásukat kiterjeszteni, lehetőséget kínálunk, hogy elmondják a gondolataikat, elmondják, hogy mi az az akadályozó tényező, ami most még megakadályozza őket abban, hogy jelenleg működő vállalkozásokat kiterjesztik egy másik területre. Zdenko Trebula, Kassa megye közgyűlés elnöke, Gregoroz Volnik, a sziléziai regionális közgyűlés elnöke, Vojreik Bozák, a kárpátaljai vajdaság helyettes marsalja, és Günther Reitzmann, Reichau Towns Kreis járási közgyűlés elnöke mutatta be régiójukat, nevezetességeiket. A kulturális zenés programok után a nap a Fejedelem című rock musicallel zárult. A II. Rákóczi Ferenc életén és munkásságán alapuló Fejedelem című előadás rendezője Moravec Levente volt, zenéje Balási Szabolcs és Horváth Krisztián szerzőpáros nevéhez fűződik. A rendező a darab születéséről azt mondta, nagy küzdelmek árán jutottak el idáig. Úgy fogalmazott, mindez nem valósult volna meg, Blaskó Balázs, a Gárdonyi Géza Színház igazgatója, a produkció minden egyes résztvevője, a színészek, a táncosok, a műszakiak és a művészeti dolgozók nélkül. Erdélyi ősbemutatót is szerveztek Gyergyószentmiklóson, melynek megvalósulását Balogh Sándor, a Magyar Afrika Társaság elnöke segítette. Balogh Sándor úr volt, akinek a fejéből kipattant, hogy Erdélyben ezt be kéne mutatni. Úgyhogy pontosítok, az erdélyi ősbemutatót szervezte és bonyolította és támogatta, tehát nélküle nem lettünk volna, és ez most komoly, mert nélküle nem jutott volna ki ez a produkció arra a helyre, ahol énekelni a Kárpátok között című számot, hát az valami felemelő érzés volt, bár én a nézőtérről néztem. Van igény a magyar történelmet és annak jelentős alakjait bemutató zenés színházi előadásokra, mondta a rendező. Ezt bizonyította a zsúfolásig telt színházterem is. A II. Rákóczi Ferenc számomra azért is volt egy kultikus lény, mert majd minden, amit ő felsorolt, amit el kellett volna az 1700-as években érniük, hogyha az nem következik be, akkor ott tartunk, ahol, és ott fog tartani, ahol az ország. És ezek sorra-sorra évszázadokon keresztül bizony visszaköszöntek, és bebólintottak, hogy ennek az embernek igaza volt. Tehát, hogyha semmi másra nem gondolunk, nekem a kedvenc mondatom az első felvonás végében az eredeti Rákóczi idézet, hogy lesz még kor a nemzet életében, amikor a világ elmondja, hogy élnek még magyarok. De ez az ország vagy most lesz független és szabad, vagy az élete során mindig tartozni kényszerül valakinek behódolni. A musical során Sasvári Sándor Jászai Mari díjas színész énekes játszotta Bercsényi Miklóst. A színész szerint nem volt probléma a közös munkával, ugyanis korábban dolgoztak már együtt Moravec Leventével a Fejedelmet megelőző Zrínyi 1566 című musicalben. Van gyakorlatom ezekben a hősies szerepekben, szerencsésen elhalmoztak a rendezők és a rock opera musical írók, szerzők. Ilyen is ehhez hasonló szerepekkel, Moravec Leventével ez már a második darab, amiben játszunk, vagyis amit közösen készítettünk. Az első a Zrínyi 1566 volt, amelyben Zrínyi Miklóst alakítom, és már nem ért meglepetésként, amikor a Fejedelem című II. Rákóczi Ferencről szóló csodálatos musical operában Bercsényi Miklós szerepére kért fel engem, és boldogan igent mondtam. Az az egy bánatom, hogy nagyon igencsak ritkán játszuk, tehát most tavaly volt utoljára előadás, tehát megérdemelni az a darab, hogy sűrűbben is játsszuk, és több közönség lássa, de amikor játsszuk, az mindig egy ünnep számunkra, tehát már a próbákon már megérint a történelem szerep minket, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy ezt a szerepet és ehhez hasonló szerepeket osztott rám a sors és a rendezők.
hazaszeretet, a hősiesség, a kitartás, a becsület, és ezek azt hiszem hiány vannak a mai tiszteletek kivételnek, a mai emberek és a mai fiatalság szótárából és az életéből, úgyhogy minél több emberhez el kellene juttatni ezeket az eszméket, és ez a darab rendkívül alkalmas erre. Az egész napos program a Moravec Levente által rendezett Fejedelem című musical bemutatójával zárult. A Rákóczi vár udvarán tökéletes, hiteles helyszínéül szolgált a zenés előadásnak. A színdarab Rákóczi Ferenc életét kíséri végig a szabadságharc alatti időben. A 2,5 órás musical bemutatja a nagyhatalmak kíméletlenségét, kegyetlenségeit, melyek nem kímélték nemzetünket. A mű különlegessége, hogy a szövegkönyv és a zene az Egri Gárdonyi Géza Színház, az Agria Játékok Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Borsod megyei önkormányzat felkérésére készült, kimondottan az egri művészeknek.